Ez egy modern érem, egy éve adták ki. Kossuth Zsuzsa volt a magyar egészségügynek egy nagyon fontos személye. A gyűjtés, a rendszerezés, az adott darabok azonosítása és egy kis pénztörténeti csevely. Évente több alkalommal találkoznak a Magyar Éremgyűjtés Numizmatikai Társaság tagjai. Nagy Géza évtizedek óta hódol képeslapgyűjtő szenvedélyének. Idők folyamán eltelt évek során ugye rájöttem arra, hogy a bélyekben nem találom azt a fantáziát, amit mondjuk én szeretnék, és ezért későbbi folyamán rátértem a képeslapra. A gyűjtő szerint minden példány egy történetet beszél el az adott kor eseményeiről, hangulatáról, vagy éppen építészetéről, divatjáról. Az első színes képeslapot 1896-ban nyomták. Akkor a fekete-fehér lapoknak 15 forint, míg a színeseknek 200 forint volt darabja. Ma már eszmei értéke is van ezeknek a régiségeknek. Az érem az egy nagyon maradandó művészi érték. Azt nagyon neves művészek készítik és készítették, és ezzel adóznak a kor annak a történelmi személyének, vagy épületnek, vagy templomnak. Tehát olyan maradandót alkotnak az éremben, hogy a legértékesebb és a legkeresettebb bűtárgy a világon. A kiállításon többek között ezt a Zrínyi Miklós arcképével díszített tajtékpipát is megtekinthették az érdeklődők, sőt, meg is vásárolhatták. A 16. század környékén nem az autó, hanem a tajtékpipa jelölte a tulajdonos a társadalmi státuszát, anyagi helyzetét. Hunya Zoltán, a társaság elnöke elmondta, a numizmatika egy nagyon fontos segédtudomány, amely a kultúra és gazdaság történet tanulmányozásában elengedhetetlen. Ennek legalább olyan fontos az ismerete, mint a költészetnek.